Itt lehet is látni, hogy nagyon sok ládában különféle tárgyakat lehet látni. Kerámiák, üvegek, állat és emberi csontok. Ezeket a leleteket mutatta be nekünk a Dobó István Vármúzeum régész történésze. Az érseki palotában zajló közműfejlesztés kapcsán érkeztek a helyszínre a helytörténeti intézmény régészei, akik számos középkori és koraújkori maradványt találtak. Június végén indult a munka, hát először gépi földmunka, és ugye amikor már egy részét meg tudtuk tisztítani a területnek, akkor tudtuk a régészeti feltárást is elkezdeni. Elég sok árkot tudtunk húzni, és hát még most is folyik, mert hogy elég nagy felületen, több mint 2000 négyzetméteren kell dolgoznunk. Mindig van kolléga, aki elkezdi őket elkülöníteni, nem véletlenül rakjuk őket külön ládába, az árkok és a szelvények szerint, illetve rétegek szerint, mert hogy ezeket is kell figyelni. Zaj Orsolya elmondása szerint az ásatással jól haladnak. A rétegek szerinti vizsgálat során találtak középkorból maradt leleteket, jelenleg a török hódoltság idejéből gyűjtik a maradványokat. Ez az időszak a földszelvények esetében nagyjából 1 méter 40 centi és 1 méter 60 centi között található. Az egyik ilyen parcella kapcsán például egy középkori fakávályú kutat is találtak. Nagyon iszapos a közeg, amiben megmaradt. Ugye Eger főutcája, a Széchenyi utcának a nagy része az vizenyős terület volt a középkorban, és igazából ma is csak ezt már nem látjuk az útburkolat miatt. A megtalált kút azért is különleges, mert középkori szeméttel töltötték meg, így adva egy pillanatképet az időszak fogyasztási és életmódbeli szokásairól. A régész elmondása szerint az ásatás nagyon jó eredményeket hoz helytörténeti szempontból is. Jelenleg a középkori utcafront mentén haladnak a feltárással, így például különböző épületek, lakóházak falmaradványait is dokumentálják.